Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Összefogás. A települések felajánlásaiból újították fel a szekszárdi kórház gyermekosztályát. Műfüves pályák épülhetnek a játszótereken, Szekszárdon 4-et építenek még idén. Beruházás, rendezik a csapadékvíz elvezetését Bonyhádon. Munkanélkül, rengeteg megváltozott munkaképességű ember nem tud elhelyezkedni. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Tolna megyei kistelepülések összefogásából újult meg a Szekszárdi Balassa János Kórház gyermekosztálya. Az összegyűlt 8 millió forintból nem csak az első emeleti belgyógyászati részleg festésmázolása, a fürdőblokkok korszerűsítése, valamint az önálló fürdővel ellátott kétágyas betegszobák kialakítása történt meg, hanem a szülők számára lehajtható ágyakat is kialakítottak a helyiségekben. 2019-ben újabb korszerűsítés valósul meg, szintén a Tolna megyei települések által felajánlott összegből. Újra festett falak, újra csempézett fürdőszobák, új önálló fürdőblokkal ellátott kétágyas szobák a Szekszárdi Balassa János Kórház gyermekosztályán. A korszerűsítés 20 Tolna megyei kistelepülés összefogásából valósult meg, 8 millió forintot gyűjtöttek össze. A kezdeményezést Ács Rezső, Szekszárd polgármestere indította el. Kettő esztendővel ezelőtt a városi önkormányzat, mármint Szekszárd városi önkormányzata kezdett el egy olyan munkát, hogy szeretnénk a kórházi körülményeket jobbá tenni, ez a dolgozók szempontjából és a betegek szempontjából is nagyon fontos döntés volt és lépés volt. Első körben a gyermekosztályt választottuk ki, és egy szinte teljes egészében 2017-ben felújítottunk. Aztán egy évvel ezelőtt én ezt a lehetőséget felkínáltam a kis települések, környékbeli települések polgármestereinek. Kértem a segítségüket, abban, hogy ezt a munkát tudjuk folytatni, most már nem csak Szekszárdváros, hanem tulajdonképpen a kistérségi települések. Németh Csaba a kórház főigazgatója szerint szakmai jelentősége is van a felújításnak, hiszen így már nem okoz nehézséget számukra a fertőző betegek elkülönítése. Eddig ugyanis a fertőző gyerekeknek nem volt külön fürdőszobájuk. A fejlesztés révén ráadásul mostantól a szülők is bent tudnak aludni a kórtermekben. Manapság igényé vált, hogy a nagyobbacska gyerekek mellett is a szülők bentöltsék az éjszakát a kórházba. Az, hogy az éjszaka az valóban pihenéssel tudjon telni, az segítik ezek a szülői ágyak, amik éjszakára a falról lehajthatóak és pihenni lehet rajtuk. 2019-ben újabb korszerűsítés valósul meg a kórházban. A Tolna megyei települések ugyanis újabb 8 millió forintot ajánlottak fel az intézmény számára. Ebből az összegből többek között betegágyakat, éjjeli szekrényeket, ápolási eszközöket szereznek majd be a közeljövőben. Elfogadták a képviselők Bonyhád 2019-es rendezvénytervét. Közmeghallgatással kezdődött a testületi ülés, ezúttal két kérés érkezett a testülethez, egyrészt a Budai utcát érintő teherforgalommal és gyorshajtásokkal kapcsolatban, míg más a Rákóczi utca járda szakaszának felújításáért szólalt fel. A közmeghallgatással együtt 16 napi rendi pontról tanácskoztak a képviselők, valamennyi előterjesztésnek zöld utat adva. Döntöttek arról, hogy pályázat nyújt be Bonyhád a testvérvárosi találkozók megvalósítására, de a város új rendezvényterének elnevezését is tárgyalták a képviselők. Korábban az önkormányzat egy internetes szavazást hirdetett meg, a lakosság véleményét kikérve az új tér nevével kapcsolatban. A kaszinókert elnevezés kapta a legtöbb javaslatot, a szavazatok 64%-át, amit a testület is egyhangulag elfogadott. Így a kaszinókert nevet kapta a Vörösmarty Mihály Művelődési Központ mögött található terület. Többek között megszavazták a város 2019-es rendezvénytervét és a Völgységi Önkormányzatok Társulásának idei költségvetését is. Ezt február közepéig mind a 25 völgységi településnek tárgyalnia kell. 55,5 az engedélyezett létszáma az álláshelyeknek, és az intézmény vezető asszonyt és talán egy kollégáját kivéve valamennyi munkatársat érintett ez a bérnövekmény, ami azért egy jelentős növekmény. Az állami támogatások szintén a gondozási központ tekintetében a 120 millió forintról 150 millióra nőttek, tehát egy 30 milliós növekedéssel számolhatunk 2019-re.
Hétfőn kezdődnek a vízrendezési, csapadékvízelvezetési építési munkák Bonyhádon. A több mint 200 millió forintos beruházással sok éves problémák szűnnek meg a városban. Itt vagyunk most a Percelmór utcában, és erre a lenti területen az Alkotmány utca, ezzel párhuzamos, és lent a Mikes utca, és a kettőt összekötő kis utca az Attila utca. Tehát itt a Mikes utcában a 36-os, 38-as házszám előtt lesz egy lezárás. Kozma Anikom, a Bonyhádi Önkormányzat műszaki osztályának vezetője, a csapadékvíz elvezetési munkák miatti útlezárásokat mutatja. Több mint 206 millió forintból oldják meg Bonyhádon a nagy esőzések alkalmával évek óta gondot okozó lezúduló csapadékmennyiség elvezetését. Emiatt félpályás lezárásokra, elterelésre számíthatnak majd az autósok, február 4-én kezdődnek a kivitelezési munkák. Egy zárt csapadékvíz elvezető rendszer épül, itt láthatjuk is az 1 méter átmérői csőelemeket, amelyek kerülnek beépítésre. Itt a Percel utcától kezdődik a vezetékrendszernek a lefektetése, és ez csatlakozik be egészen a Völcsék patakig. Ott előtte van egy szakaszunk, ami egy meglévő csapadékvíz elvezető rendszer nyíltárkos, az is felújításra fog kerülni. A csapadékvíz rendezés keretében a már meglévő sankoló vízgyűjtőt megnagyobbítják, amihez csatlakozik majd egy új záportározó. Ennek a kiviteli munkálatai folyamatban vannak. Ha a sankolótól megtelik, egy billenő műtárgy biztosítja majd, hogy a víz a csatlakozó záportározóba folyjon. A városban a kivitelezés első szakasza, mely az autós forgalmat is érinti, a tervek szerint 2 hétig tart majd. A lezárásokról informálódni lehet Bonyhádváros önkormányzatának honlapján. A gyerekek kockázatosabbnak tartják élelmiszerbiztonsági szempontból a kólát vagy a chipset, mint a tojást vagy éppen a darált húst, derült ki a Nébih általános iskolások körében végzett kutatásából. A felmérésben a szakemberek azt írják, hogy a táplálkozástudomány és az élelmiszerbiztonság fogalmai közötti különbségtétel azért fontos, mert a területek összemosódásából adódóan a húshoz és a tojáshoz rendelhető kockázatok alul értékelődhetnek. Pedig az élelmiszer eredetű megbetegedések forrása az esetek 45%-ában húshoz és egyéb hústermékhez, 9%-a pedig a tojáshoz köthető. A KSH felmérése szerint Magyarország az utolsó előtti helyen kullog a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatottságát tekintve. Szekszárdon az egyik önkormányzati többségi tulajdonban lévő cégnél közel 100 megváltozott munkaképességű dolgozót foglalkoztatnak. Hozzájuk is folyamatosan érkeznek az önéletrajzok, de nem csak ez a vállalkozás tud bőségesen válogatni a munkavállalók közül. Az első része, ez van itt rajta, ezt le kell bontjuk, az összes kávét le kell csipkedni, a kávét külrakjuk. Egy működésképtelen mikrohullámú sütőt bont szét Nagy Tibor a szekszárdi önkormányzat többségi tulajdonában álló KT Dinamik Kft. Telephelyén. A megváltozott munkaképességű férfi 4 éve dolgozik itt. Rajta kívül a cég még több mint 80 sorstársát foglalkoztatja. Fő tevékenység az elektronikai hulladékgyűjtés kezelés. Ezen kívül itt benne szereldével, munkaduházati munkavédelmi bolt üzemeltetésé, aminek egy javarészét mi látjuk el a varrodánkból az anyaggal. A külső munkáink nagy része az portaszolgálat, zöldfelületkezelés, takarítás. A cég tehát több lábon áll, sokféle tevékenységet végeznek, még sincs könnyű helyzetben a vállalkozás, mivel a megrendelőik tisztában vannak azzal, hogy az állam normatív támogatással segíti a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató vállalkozásokat, ezért csak jóval a piaci ár alatt hajlandóak szerződést kötni a szekszárdi céggel. Nekünk abban szerencsés helyzetünk van, hogy nagyon sokan jelentkeznek nálunk munkára, tehát így nincsen problémánk. Problémát jelent az, hogy most az évi pályázatunkból elég sok ember, pontosan 10%-ot lehúztak az elbíráláskor, nem tudom, hogy miért. Tehát ennyivel kevesebb létszámot kaptunk, ezzel kell majd tervezni, a munkáink megvannak, tehát ezt valahogy meg kell majd oldanunk. És nem csak ennél a cégnél állnak sorban a munkavállalók állásért. Az Eurostat és a KSH felmérése is alátámasztja, hogy azok, akik valamilyen tartós, legalább 6 hónapja fennálló egészségi vagy mentális problémával küzdenek, nagyon nehezen tudnak elhelyezkedni Magyarországon, mert kevés a nekik való munkalehetőség.
Ez a táblázat azt mutatja, hogy a megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási rátája mekkora a teljes munkakorú népességhez viszonyítva. Jól látszik, hogy a lila színnel jelölt uniós átlag 60% körüli, Magyarország pedig csak Bulgáriát megelőzve 38% körül teljesít ezen a téren. Ez nagyjából azt jelenti, hogy Magyarországon csak minden ötödik megváltozott munkaképességű aktív korú ember tud tartósan munkát vállalni. Ellenőrzésre számíthatnak a Tolnamegyei virág- és ajándékárusok, valamint a vendéglátóhelyek február 4-e és 15-e között, közölte a NAV Tolnamegyei Adó- és Vámigazgatósága. A Valentin naphoz kapcsolódó ellenőrzésre lehet számítani többek között február 5-én Pakson, február 6-án Szekszárdon, február 7-én pedig Tamásiban és Dombóváron. A további adóhatósági látogatások időpontjait és helyszíneit a NAV honlapján lehet megtudni. Még idén 4 szabadtéri műfüves pálya épülhet Szekszárd közterületein, ezek hasonlóak ahhoz, mint amiket korábban a város az óvodákban és az iskolákban már pályázati segítséggel felépítetett, viszont ezeket bárki használhatja majd. Nagy örömmel vették birtokba a szekszárdi óvodások az új ovi foci pályákat, ahol a nevével ellentétben nem csak a labdarúgást, hanem szinte valamennyi sportágat gyakorolhatják a kicsik. Ilyen vagy ehhez hasonló pálya mára az összes szekszárdi központi óvoda és iskola udvarán található. Évvégére viszont már az is elérhető lesz, hogy a fiatalok iskolaidőn kívül is hasonlóan jó körülmények között sportolhassanak. A város a Magyar Labdarúgó Szövetség országos pályaépítési programjában 4 darab grundméretű 14x26 méteres pálya építésére nyert lehetőséget, amit a közgyűlés jóvá hagyott. Ez pár millió forinti százalékosan erőt igényel, gyakorlatilag ezt a költségvetésünkbe tudjuk építeni, és úgy igyekeztünk elosztani ezeket a pályákat, hogy a város valamennyi területéről könnyen elérhető legyen. Reméljük, hogy ezekkel a beruházásokkal, a fejlesztésekkel is az infrastruktúrális feltételeit legalább megteremtjük annak, hogy minél többen mozogjanak és sportoljanak, újra járnak ki a fiatalok focizni ezekre a pályákra. A tervek szerint az Energiapark területén, a Körösi Csoma Sándor utcai játszótéren, a Zöldkert és a Béri Balog Ádám utcákban épülhet fel egy-egy létesítmény. A városnak az önrész mellett az előkészületi munkákat kell állnia, valamint az üzemeltetést biztosítani. Előreláthatólag év végére már megépülhetnek a pályák. Régiós híreinkkel folytatjuk a híradót. Intézménykiváltás. Családiasabb környezetbe költözhetnek a szociális otthonban lakók. Pécsi Csokoládé Fesztivál. Különleges édességekkel várják a látogatókat a következő hétvégén. Testvértelepülési szerződéssel erősítette kapcsolatát Nagybajom és a horvátországi Virje. Az együttműködés ezentúl nem csak az egymásnál tett látogatásokról fog szólni, hanem kulturális és gazdasági téren is erősebb kapcsolat jöhet létre. Nagybajom mindig nyitott volt a más településekkel való együttműködésre. Ezt bizonyítják a Városháza dísztermében található címerek is, amelyeket egy-egy város vagy falu ajándékozott a somogyi településnek. Így lesz ötödiknek Virje, és most így igaziból hatan vagyunk testvérek. Ez egy szép család, nagy család, tehát lehet benne sok-sok programot összehozni. Csütörtökön a Kapronca Kőrös megyei Virje község delegációját fogadták Nagybajomban azzal a céllal, hogy mostantól még erősebb kapcsolatot alakítsanak ki. A hozzánk tartozó kisebb társtelepülésekkel együtt 4600 lakosunk van. Rendkívül nagy hagyományokkal rendelkezik Virje, számos kulturális örökséggel rendelkezünk, amelyeket civil szervezetek ápolnak. Abban bízom, hogy a testvértelepülési megállapodással ezeket az értékeket majd itt is megismerhetik. A megállapodás ünnepélyes aláírásán arról is beszéltek a települések képviselői, számos területen tudnak majd együttműködni, emellett az uniós pályázatokat is célba veszik. Pályázatokban vehetnek részt, tehát egy egész más minőséget tud az a település elérni, amely egy ilyen kapcsolatra törekszik. Mi azon dolgozunk, hogy
a horvát-magyar kapcsolatok ne csak diplomáciai szinteken valósuljanak meg, hanem így a települések között jöjjenek létre aktív kapcsolatok. Nem csak Nagybajom kötött testvértelepülési megállapodást, Somogyban egyre több olyan település van, amelyek kapcsolódnak ehhez a kezdeményezéshez. Az eseményen Móring József Attila, a térség országgyűlési képviselője azt hangsúlyozta, fontos gazdasági előnnyel is jár egy-egy kapcsolat. Minap Kaponcán tárgyaltunk a Podravka gyár és a somogyi gazdák együttműködéséről, úgyhogy azt gondolom, hogy ez már rég túlmutat azon, hogy néha-néha elmegyünk egymás falunapjaira, közel vagyunk egymáshoz, hasonlóak az adottságok, hasonlóak a problémák, nagyon sokat tudunk egymásnak segíteni. Emellett szoros barátságok is kötődnek, tette hozzá Móring József Attila. Végéhez közeledik a RARE roma felzárkóztatási program. A projektben 16 és 62 év közötti romák vehettek részt. A jelentkezők 3 hónapon keresztül főként tapasztalati alapú képzésben vettek részt. Így többek között az asztalos, a kárpitos vagy a kőműves szakma alapjait sajátíthatták el. A program célja a közép-európai roma közösségek felzárkóztatása, illetve bevonása a munkavilágába. Bútorokat szerelnek össze a Máltai Szeretett Szolgálat Győrtelepi Közösségi Házában. A környék lakosai a RER roma felzárkóztatási programban vettek részt. Az elmúlt 3 hónapban különböző szakmák mestereitől tanulhattak. A képzésben 16 és 62 éves korig akár iskolai végzettség nélkül is részt vehettek a jelentkezők, mondta a 8 Boldogság Alapítvány programkoordinátora. 14 résztvevő kezdte el, és ugye nagyon büszkén mondhatjuk, hogy 14-en végig is csinálták ezt a programot, még egy hetük van vissza, készülnek a mestermunkák, amik azt a célt szolgálják, hogy egy kicsit így tanúságot tegyenek arról, hogy mik voltak azok az alapfogások, amiket ők elsajátítottak ebbe a 3 hónapba. A program egyébként nemzetközi, így Magyarország mellett többek között Csehország, Szlovákia és Bulgária is részt vett a projektben. A képzés azonban nem csak a szakmák tapasztalati alapú tanulására irányult, tudtuk meg Oszoli Dénes önkormányzati képviselőtől. Azt célozza ez a program, hogy megtaláljuk azokat a lehetőségeket, amivel azokat is meg tudjuk szólítani, motiválni, tudjuk akár valamilyen szakma irányába, szakképzésbe be tudjuk vonni őket, akik eddig valamilyen módon kiestek ezen a hálón. A további szakképzés mellett a munkavilágába is szeretnék bevonni az ilyen szegregátumokban élőket. A cél tehát közös, a közép-európai roma közösségek felzárkóztatása, illetve társadalmi integrációja. Barcson is megtörténik az intézménykiváltás, így a Somogy megyei szeretett szociális otthon lakói családias környezetbe új, kisebb létszámú épületekbe költözhetnek. A 120 gondozott számára 1 milliárd forint uniós forrásból 10 darab, 12 férőhelyes ház épül Somogy Tarnócán, Dráva Tamásiban és Barcson. Nagy szobákban zsúfoltan élnek a lakóink, úgyhogy mindenképpen fontos lenne, hogy ezen valamilyen módon változtatni tudjunk. 2019 év végére a régi álom megvalósul. Az új ellátási forma a támogatott lakhatás révén kiköltözhetnek a régi, zsúfolt épületből a lakók. 10-12 fős családi házak fognak épülni, ahol ezek az emberek önálló életvitelt tudnak folytatni. A komfortosabb, önállóbb élet pedig pozitív hatással van a lakókra, mondta Szőke József, a Somogy megyei szeretett szociális otthon vezetője. Az intézmény berzencei részlegén már 3 éve megvalósult ez az új ellátási forma, és már külön közösségekben élnek a gondozottak. Mind társadalmi, helyi társadalmi oldalról, mind a lakók oldaláról olyan pozitív visszajelzések jönnek, hogy azt gondolom, hogy érdemes volt megcsinálni. Talán egy mondattal tudnám illusztrálni azt, hogy mit is jelent nálunk a támogatott lakhatás. Ezek az emberek újra a falu látható polgáraivá váltak, és minden szó nagyon fontos ebben. Az 50 főnél nagyobb, pszichiátriai betegeket, fogyatékkal élőket, valamint szenvedélybetegeket ellátó intézményekben valósulhat meg az új, közösségi alapú ellátási forma. A projekt összköltség az 1 milliárd 50 millió forint, ebből a legnagyobb részt ugye az építés és felújítás projektelem teszi ki, ami közel 714 millió forint. A projekt keretében 2019 év végére 10 darab, 12 férőhelyes családi ház épül a gondozottaknak Barcson,
Somogytarnócán és Dráva Tamásiban. A február immár a pécsi csokoládé imádók hónapjává vált, hiszen 7. alkalommal rendezik meg a pécsi csokoládé karnevált a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as épületében. Február 9 és 10-én a prémium kézműves édességekből álló kínálat mellett több mint 20 színpadi program várja az ínyenceket. Egy korábbi pécsi csokoládé karneválon készültek ezek a felvételek. Jól látszik, hogy minden a csokiról szól itt 2 napig. Idén sem lesz ez másként a Zsolnai negyed E78-as épületében. Az ország különböző pontjairól érkező 16 kiállító igazi különlegességekkel, kézzel készült egyedi termékekkel várja a látogatókat. De lesz olyan édesség, ami a városhoz, a zsolnaiak örökségéhez kötődik. Mindig készül valami, ami csokoládé, és Zsolnai és Pécs. Most a Család és Gyártörténeti Múzeumban találtuk ezt a csodaszép, igazi zsolnai csempét, damaszkuszi csempet, és ezeket fogjuk, vagy hát ilyeneket fogunk megönteni fehér csokoládéból, és a helyszínen kerülnek rá a minták, nem kékkel, hanem barna kétszínűvel, tehát fehér csokoládén, teljes étcsokoládé mintával. Ez a damaszkuszi csempe, ebből lesz majd egy egész padlónyi szőnyegnyi. Február 9-én és 10-én a prémium kézműves édességekből álló kínálat mellett több mint 20 színpadi program várja majd az ínyenceket. A szervezők 4-5 ezer látogatóra számítanak az előző évek tapasztalata alapján. Csütörtökön még mindig síjelhető hó fogadta a Misinára érkezőket, így 2018-hoz hasonlóan idén is meg tudta rendezni a Havasportok Diákolimpiai Bajnokságát a pécsi síszakosztály és a PSN ZRT. Gyülekeznek a rajthoz a gyerekek, nagy örömükre idén is megrendezik a Havasportok Diákolimpiáját. Hát szerintem jó a pálya, és... Először nehéznek tűnt ez a sokról bonyolultnak, de miközben lementem, úgy már könnyebb volt. Mivel ezekről a versenyekről tovább jutni nem lehet, az intézménnyel egyeztetve a szülők is elhozhatják gyermeküket a megmérettetésre. Hát nyilván a pécsi viszonyokhoz képest ezek az adottságok, tehát ugye abból kell kiindulni, ugye, hogy ez nem annyira alkalmas ez a meccsek azért a síelésre, de én örülök neki, hogy ilyen lelkes síszakosztály van, mert azt gondolom, hogy fontos, hogy megtartsák a pályát is, meg működtessék, és hogy legyenek ilyen rendezvények, ahol igazából kijönnek az emberek, a gyerekek, és látják, hogy akár meccseken is lehet síelni. Baranyában az első havas diákolimpiát 1977-ben rendezték. Az első 10 évben alpesi sí, szánkó és sífutó verseny számokban álltak rajthoz a fiatalok, majd utóbbi kikerült a verseny kiírásból. Most a PVSK síszakosztálya és a PSN ZRT közösen rendezi a diákolimpiát. Mi csak nagyon korlátozott mértékben tudunk, szegény a síszakosztály, de általában a gyerekeknek van ugye népszerű sport, úgyhogy járnak ki, és azok a gyerekek jönnek, akiknek amúgy is van felszerelésük, de a cél az, hogy ne csak azok tudjanak síelni, akik külföldön is ezt meg tudják tenni, hanem próbálunk igen sít biztosítani azoknak is, akiknek ezt nem tehetik meg. Évente egyébként átlagosan 30 napon keresztül lehet használni a sípályát, ahol Magyarország legrégebbi sífelvonója működik. 1963-ban helyezték üzembe. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. Összefogás, a települések felajánlásaiból újították fel a szekszárdi kórház gyermekosztályát. Műfüves pályák épülhetnek a játszótereken, Szekszárdon 4-et építenek még idén. Beruházás, rendezik a csapadékvíz elvezetését Bonyhádon. Munkanélkül, rengeteg megváltozott munkaképességű ember nem tud elhelyezkedni. Hétvégén borongós, esős, enyhe idő várható, akár plusz 15 fok is lehet. Hétfőn már kisüthet a nap, és hűvösebbre fordulhat az idő.
Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfő este jelentkezünk, műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!